Most pedig akkor, ahogy ígértük, folytatjuk programunkat az utolsó élő fórumbeszélgetéssel. Szeretettel köszöntöm a kedves érdeklődőket újra, és jelenlegi hallgatóinkat, akik vállalták, hogy részt vesznek ezen a kis beszélgetésen. Röviden mindegyiküket bemutatom itt a sorrendben, aztán majd, ahogy haladunk előre, mindenki mesél magáról egy kicsit többet, és mielőtt ebbe belevágnánk, továbbra is szeretném bátorítani velünk lévő nézőinket, hogy kérdezzenek, itt a chat falon van erre lehetőség, és mindannyian örömmel állunk ezek elé a kérdések elé. Sorban akkor, ahogy így, az ablakok alapján látom jelenlévőket, Fekete János, PhD hallgató, fizikus mesterszakon végzett hallgató, Szilág Zsófia, matematika-fizika 5. éves tanárszakos hallgató, Báhidi Dominik, 2. éves fizika BSC, és ahogy a háttere elárulja, csillagászszak irányos hallgató, Hegedűs Viola, 1. éves fizikus MSC hallgató, és végül, de nem utolsó sorban, jelenleg Németországban Erasmus ösztöndíjjal tartózkodó Juhász Dániel hallgatunk, fizikus, 2. éves fizikus mesterszakos hallgató. Na hát köszöntök mindenkit, és akkor az elején egy ilyen kis körkérdéssel indulnánk, majd így nem feltétlenül az előbbi sorrendben. Ugye ti vagytok azok, akik talán most a nézőinkhez korban is, illetve tapasztalatokban legközelebb állnak, és biztos vagyok benne, hogy kíváncsiak arra, nem csak tőlünk, vagy idősebb oktatóktól, kutatóktól elhangzó dolgokra, hogy tényleg ti hogyan élitek meg azt, hogy milyen is itt a fizikai intézetben tanulni, milyen ezeken a szakokon tanulni, milyen az egyetemi lét, amikor az ember éppen benne van. Úgyhogy ezekről beszélgetünk most egy kicsit, és még egyszer, ha közben kapunk kérdéseket, örömmel és egyből válaszolunk azokra. Na hát kezdjük talán a legtapasztaltabbal, Jánossal. Parancsolj, tied a szó. Hát én is üdvözlök mindenkit. Én Fekete János vagyok. Most jelenleg a fizika tudományok mestere, PhD hallgató vagyok itt a Szegedi Tudományegyetemen, a Fizika Intézetben, az Optikai és Kvantum Elektronikai Tanszéken. Eredetileg félegyházi vagyok, és az én életutam az nem egy ilyen nagyon nehéz döntésekkel megtűzdelt dolog volt, mert nyilván a régész asztronauta, és persze óvodás korában mindenki kukás akar lenni, de aztán a régész és asztronauta és vegyész dolgokat kiheverve 8. koromban eldöntöttem, hogy én fizikus szeretnék lenni, és ahhoz ezt be is tartottam, ezt az elhatározásomat, ezt véghez is vittem. Aztán ennek jegyében be is iratkoztam a félegyházi Móra Ferenc gimnázium speciális nyelvi tagozatára, mert nem vagyok túl jó nyelvekből, azért inkább úgy voltam, hogy megszerzem azokat a nyelvvizsgákat, majd utána jöhet a többi, de persze közben azért a matematika és fizika tanulmányaimra összpontosítottam. Tehát matematika fakultációt, meg fizika fakultációt választottam, meg informatikából is próbáltam pallérozni magam, mert az is nagyon jó jön az egyetemi tanulmányok során. Most itt ezen a ponton azt mondanám, hogy ez korábban is elhangzott már, de én is megerősíteném, hogy szerintem, hogyha az ember fizikára szeretne jönni, vagy fizikát szeretne tanulni az egyetemen, akkor a legfontosabb az a matematika. Én ha választani kellene, akkor inkább a matematika emelt szintű tanulmányokat választanám. Azért, mert az nagyobb segítséget nyújthat az elején, akkor ide kerül az ember, legalábbis én, ahogy visszanézek az elmúlt, elsős vagyok PhD-n, szóval nemrég végeztem, így ahogy visszanézek erre az elmúlt 5 évre, az nagyon sokat segített, hogy a matematika anyagnak egy része, amit az elején tanultunk, az már középiskolából ismerős volt, így könnyebb volt felvenni az egyetemnek a fonalát, mert az is elhangzott már, hogy hát itt bizony nincsen, hogy az embernek az anyukája mondja, hogy tanulni kéne, vagy a tanár mondja, hogy tanulni kéne, mert bármikor jöhet egy szóbeli felelés, ugye be kell osztani az időt rendesen, és ugye minden diák minden vizsga időszak elején, illetve az előzőnek a végén megfogadja, hogy majd a következő vizsga időszakban sokat fogok tanulni,
Ezt én is minden fél év végén megtettem, ez viszonylag kevés fél évben sikerült, de az egy nagy segítség ahhoz, hogy az ember az összes hajszálát megőrizze a vizsgai időszakon keresztül, hogyha az egész fél évben tanul. Meg hogy bele kell rázódni az egyetemi életbe. Tehát sokan elköltöznek otthonról, akkor egyedül élnek, vagy egy-két lakótársal, esetleg kollégiumban, akkor ott meg kell szokni, hogy vannak olyan dolgok, amiket már nem intéznek el az ember helyett otthon. És akkor... Hát igen, ez... Vannak, akiket ez nagyon nehezen érint, vannak, akik tudnak gyorsan alkalmazkodni ezekhez a dolgokhoz. Én egy elsőre egy nagyjából ennyit szeretnék mondani, majd úgyis jön a többi. Köszönöm, Jani. Folytassuk Violával, már csak azért is, hogy legyen egy kis sorminta, illetve hogy rögtön arra a sztereotípiára is rácáfoljunk, hogy hát a lányok nem szeretik a természettudományt, meg nem szeretik a fizikát és a matematikát. Rendben van, sziasztok! Én igen, tehát mindig is szerettem a természettudományokat. Nyilván ez azért is van, mert szerencsére nagyon jó tanáraim voltak mindig is. Illetve abban is az előző ektől különbözöm, hogy én a Szegedi Ságvári gimnáziumba jártam, és a fizika matekos osztályba. Ez azt jelenti, hogy mind a kettő tárgyat fakultáción tanultam, és amikor csak volt lehetőségem, akkor a versenyekre is mentem, illetve a szakkörökre is, úgyhogy nagyon sokat tudtam tanulni, nagyon sok előismeretten érkeztem, és az egyetemen pedig nagyon sok téma iránt érdeklődöm, tehát lehet választani specializációt, de azon kívül is, tehát például az optika és lézerfizika, amit a kurzusok nagy részén én kifejezetten tanulok, de önszorgalomból csillagászattal, illetve elméleti fizikával is foglalkozom, úgyhogy végül is én jelenleg az elméleti fizikai tanszéken diplomamunkázom, és nekem, tehát nekem nagyon sok előismeretem volt, és nagyon jó erre alapozni, és én is azt gondolom, hogy nagyon fontos a matematika alaptudás, és egyébként pedig, ha valakinek nem nincs ennyi alaptudása, az sem probléma, mert azért itt vannak az első évben olyan alapozó kurzusok, ahol ezeket meg tudjuk tanulni. Nyilván, aki egy olyan gimnáziumból jött, akkor annak ez esetleg egy könnyebb kurzus, de mindenki föl tud zárkózni arra a szintre, hogy akkor onnantól például második évtől úgy tudja mindenki folytatni a tanulmányait, hogy ugyanannyi az alapismeret. És itt az egyetemen is például nagyon szívesen kapcsolódok be demonstrátori tevékenységbe, ami azt jelenti, hogy tudunk segíteni az oktatóknak például dolgozatot javítani, vagy esetleg egyéb kulturális közösségi dolgokban segíteni, és ezt is nagyon élvezem, úgyhogy ennyit tudok most így mondani magamról. Köszönjük szépen, és nem véletlen említettem az elején is, hogy gyorsan cáfoljuk meg a mindenfajta sztereotípiákat. Tényleg nagy öröm látni számunkra azt is, hogy nagyon sok lány van az évfolyamainkon, tehetségesek, okosak, és szeretik a matematikát és a fizikát, ahogy Viola példán is látjuk. Juhász Dani következik, akiről már az elején említettem, hogy ráadásul egy speciális helyszínről, Németországból jelentkezik most, Erasmus ösztöndíjasként. Dani, kérlek, te is mesélj egy kicsit. Rendben, köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit, itt akik hallgatnak minket, és a többieket is. Hát, amit tudni kell rólam, hogy Daninak hívnak, és fizikát tanulok Szegeden. Most éppen mesterszakos vagyok, idén fogom befejezni, és az elméleti fizika tanszéken végzem én is a diplomamunkámat, tehát inkább elméleti típusú ember vagyok, mint kísérleti típusú. Ezen kívül, hát igen, Németországban tanulok jelenleg. Van erre lehetőség, hogy valaki beadja egy pályázatot, úgy hívják, hogy Erasmus pályázat, és egy fél évre, vagy egy teljes évre,
támogatják azt, hogy külföldön tanuljon az ember. Mint hogyha cserediák lenne. És ráadásul elfogadják a külföldi teljesítésemet Magyarországon is, tehát még csak fél évet se fogok csúszni, remélhetőleg. Így van arra lehetőség, amit tényleg 5 év alatt be tudom fejezni akár a mesterszakot és az alapszakot együtt. Egyébként élvezem azt, hogy itt most kint vagyok olyan értelemben, hogy egészen másfajta dolgokat lehet tanulni külföldön, mint Magyarországon, mert minden egyetemen más az, amire specializálódik, tehát hogy Szegeden sok a lézer, itt meg van egy szinkrotron, és akkor részecskeütközéseket tanulmányoznak inkább, és azt tanítják. Tehát bizonyos értelemben egyetemtől függ az, hogy mi az, aminél az oktatók jobban vagy szívesebben tartanak kurzust róla. És hát nem tudom, fejtsek még ki valamit, vagy inkább kérdezzetek, és úgy mondjak dolgokat. Jó, közben figyelem a kérdező falat, itt most élőben nem kapunk kérdést, de majd akkor visszakanyarodunk még, köszönjük, Dani. Zsófi, te következel. Tanárszakos hallgatóként, ugye most egyedül képviseled ezt a területet. Kérlek, mesélj egy kicsit. Én is üdvözlök mindenkit. Én is szegedi vagyok, ahogy Viola is mondta, csak én egy másik gimnáziumba jöttem. Én a Tömörkénybe jártam, ennek van egy művészeti része, meg van egy gimi része, és Jánoshoz hasonlóan én is nyelvi tagozatra jártam, tehát én angolt tanultam nagyobb óraszámba, és én nem óvodától tudtam, hogy matekkal és fizikával szeretnék foglalkozni, tehát lehet, hogy ez kicsit eltér az előzőektől. Hát én nagyon sok irányon gondolkoztam. Az, hogy a természettudomány az érdekelt, az igazából mindig is ott volt, de a természettudományon belül minden érdekelt, úgyhogy ezt szűkíteni kellett, hogy akkor mégis melyik irányba menjek tovább. Nagyon meghatározó volt nekem is középiskolában a fizika tanárnőm, a matek tanárom is, meg az, hogy így szem előtt tartottam azt, hogy az egy dolog, hogy belevágok valamilyen egyetembe, de hogyha elvégzem, és arról kapok egy papírt, azt valahogy hasznosítani is kellene, és akkor azon gondolkoztam, hogy milyen szakok azok, amikre igény van, vagy amikre szükség van. Úgyhogy engem ez volt az egyik, ami ezek felé, a tárgyak felé terelt. A másik meg az, hogy én kezdtem rájönni arra, hogy szeretek így a gimiben kis előadásokat tartani, nagy előadásokat tartani, emberekkel foglalkozni, és hogy nem nagyon tudnám elképzelni úgy a mindennapokat, hogy mit egy számítógép előtt ülök, nekem nagyon nagy igényem van arra, hogy emberekkel is foglalkozzak, és akkor jött így igazából kettő már úgy adta magát, hogy akkor tanári pálya, oda meg két szakra van szükség, és akkor úgy lehet, hogy ez a két szak legyen a matek meg a fizika, mert ez egymást támogatja is. És tényleg nagyon nagy segítség az, hogy itt a fizikán időnként tudunk olyan dolgot használni, amit már matekból megtanultunk, vagy fordítva, attól függ, hogy melyik tárgyak milyen sorrendbe kerültek elő itt az egyetemen. Úgyhogy így kerültem ide. Fizikáról még, ami nekem eszembe jutott, hogy egyaránt kapunk elméleti képzést, tehát vannak előadásaink, meg vannak gyakorlatok, hogy tényleg laborban megyünk, kísérletezünk, nézzük, hogy mi hogy történik. Szerintem így a természettudományoknak egy ilyen jellemzője, de ez mégis sok tárgyban nincsen benne. Tehát, hogy a mateknek az a szépsége, hogy tényleg az ember ott van, ott a táblakréta, és akkor elutazik világokra gondolatba, de hogy a fizikán ez kicsit így gyakorlatilag, manuálisabban is nyomon lehet követni, tényleg mi történik az anyagokkal, meg mi hogyan változik, úgyhogy ez egy ilyen szépség ennek a tárgynak. Úgyhogy igen, a tanár szak és a felépítés aztán kicsit különbözik a fizikus képzéstől, nagyon sok tárgyunk az közös, tehát az egy évfolyamon levő, meg a közeli évfolyamon levő fizikus hallgatókat azt megismerik, a tanárszakos hallgatók is, mert ezek a nagy előadások, ezek szinte végig ugyanazok. És akkor vannak még mellette olyan tárgyak, olyan kisebb csoportos gyakorlatok, amikor külön vagyunk vonva nyilván, meg ezek a módszertanos órák. Úgyhogy én szerintem egy első körben ennyit mondanék. Köszönjük, Zsófi. És akkor utolsóként Dominiknak adom át a szót. Dominik, kérlek, te is kicsit mesélj. Én is üdvözlök mindenkit. Hát én Bajai vagyok, itt is jártam általános és középiskolába is. Hát és ahogy az egyik tanárom fogalmazott, egy sima egyszerű mezei középiskolába jártam, tehát nekünk nem volt se külön matek vagy fizika tagozat, viszont nagyon sok segítséget kaptam elsősorban fizika tanáromtól, és így módon hát sikerült azért középiskolába jól fölkészülni matematika és fizika terén is. Hát
Én is azt emelném ki elsősorban, amit már a többiek is, hogy a matek az nagyon fontos a középiskolás matematikai ismereteknek a kellő elsajátítása. Én is biztatok mindenkit, hogy menjenek versenyre, próbálkozzanak hát kicsit komolyabb feladatokat is megoldani, és adott esetben nézzenek utána kicsit bővebben olyan témáknak, amiről mondjuk nem esik olyan sok szó az órákon. Hát én magam olyan ötödikes korom végén kezdtem el érdeklődni a természettudományok iránt, és először én se a fizika, hanem a kémia iránt érdeklődtem. Aztán később jött ez a váltás, először a fizika, majd pedig a csillagászat felé. Ugye nálam Baján nagyon jó adottságok vannak, hiszen a Szegedi Tudományegyetemnek a csillagászati obszervatórium az Baján van. Úgyhogy hát nekem helybe adott volt minden a csillagászathoz. Hát és végül így döntöttem egyrészt a Szegedi Egyetem mellett, másrészt pedig a csillagász szak mellett, és hát jelenleg a harmadik fél évemet végeztem, és hát nagyon jól érzem itt magam, nagyon jó képzéseket is kapunk véleményem szerint. Hát így első körben ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, és ugye Dominiknak a versenyzésre való buzdítása nem csak üres szavak halmaza, egy volt nemzetközi diák olimpikonunk szájából, azért ez mégiscsak hitelesen hangzik. Köszönöm szépen. Esetleg kételkedő nézőinknek szeretném azt azért elmondani, hogy itt senki, semmelyik hallgató nem kapott se extra jutalmat, se fenyítést, az egyen szépeket mondjon. Úgyhogy ezt mindenképp köszönjük. Közben nézem a chat falat, itt kérdést nem kapunk ugyan, de a néző számunk nem csökken, úgyhogy ez azt jelzi, hogy érdekes és élvezetes az, amiről és ahogyan beszéltek, úgyhogy ezt folytatjuk most. Többen mondtátok azt, elmondtátok, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy érzitek magatokat, miért választottátok ezt a szakot. Kicsit most akkor beszélgessünk arról, hogy egyébként milyenek a mindennapok. Hát jó, most nyilván a járványhelyzet az nagyon sok mindent meghatározott, bárha valaki gondolja, akkor esetleg az online oktatásról is beszélt kicsit, de alapvetően visszakanyarodhatunk oda, amikor még nem ilyen volt a helyzet. Tényleg egyetemistaként hogy éritek meg azt, hogy mennyire más tanulni, mint mondjuk a középiskolában? Van-e olyasmi, ami tényleg úgy van, mint amire akkor gondoltatok, hogy esetleg egészen másmilyen, mint amire számítottatok? Haladjunk talán az előző sorrendben, Jani. Hát én alapvetően nem szerettem egyetlen egy közoktatási intézménybe se járni annyira. Nagyon persze jó volt. Oviba valamiért tényleg nagyon nem szerettem, pedig nem jártam sokat Oviba. Aztán általános iskolában is eleinte nem, de ott is ugye később a felsőbe például nagyon szerettem már a matekot, mert nekem is egy kiváló matek tanárom volt, egy igazi ilyen kifinomult humorérzékkel rendelkező idős úri ember volt, meg később a fizika tanárom is, aki tanított, meg utána a tanárnők, a középiskolában is nagyon jó volt, és nagyon szerettem ezeket, de az egyetem az teljesen más. Az, szerintem ez az elmúlt 5 év volt, hát eddig életemnek az egyik legjobb szakasza, mert nagyon másképp kezelnek már az egyetemen az embert, ott már majdnem kollega, tehát egy elsőben, mikor a Szabó Gábornál kell vizsgázni mechanikából, akkor ő már úgy hívja az embert, hogy kollega. Ami egy nagyon jó dolog, meg tényleg úgy érzi az ember, hogy itt arra kíváncsiak, amit az ember tud, nem az, ami nem, tehát nagyon sok. Egy beszélgetés alakul ki vizsgák közben, szóval az a lényeg, hogy beszélgetünk a fizikáról, amit azért vagyunk, és azért beszélgetünk róla, mert mindketten szeretjük. És ez az egyetemen, ez legalábbis engem ez végig elkísért, hogy nem voltak olyan stresszesek azok. Persze eleinte mindig az, mert nincs az embernek tapasztalata benne, de utána egy idő után már kicsit természetesebbé válik, meg tényleg nem azért vagyunk ott, hogy most belekössünk egymásba, hanem hogy beszélgessünk egy jót egy adott témában. És emellett még nagyon fontos a közösség, ami itt van. Tehát a hangulat az nagyon jó volt. A mi évfolyamunkon legalábbis, de én úgy vettem észre, hogy a többin is, hogy összetartó közösség alakult ki így a végére. Tehát mindig segítettünk egymásnak. Nem is
Szerintem nem is állnánk el jól a diplomákat tekintve, tehát nem lenne ennyi embernek diplomája, hogyha nem azt csináljuk az alatt a 3-5 év alatt, hogy együtt próbáljuk megoldani azokat a feladatokat, amiket elénk állítottak. Mert nyilván mindenki másban jó. Tehát van, aki ügyesebb kísérletek során, vagy jobb programozik, vagy ügyesebb a kalkulus kettőből éppen ő volt az, aki meg tudott oldani valamilyen integrált. Meg mindenki másban jó, és hogyha ezeket így összedobjuk, amit mindenki tud, akkor abból mindenki csak profitálhat, és ez minket végig elkísért. Vagy legalábbis engem végig elkísért az egyetem alatt, és én nagyon élveztem, én nagyon szerettem egyetemre járni. Még akkor is, amikor, hát voltak nehéz meghúzós pillanatok, meg amikor nyilván volt olyan, hogy az ember nem tudta, hogy most és hogy fog kijönni egy vizsgaszituációból, egy ZH után mennyire lesz letörve, vagy egy laborgyakorlat után mennyire lesz elfáradva, de még azokban a pillanatokban is igazából jó volt egyetemistának lenni. Ugye a PhD az már más, az még az egyetem többi részéhez képest is Hawaii. Nagyjából ennyit. Köszönjük, és hát azt se hallgassuk el, hogy nem csak az egyes évfolyamokon belüli közösség jó, hanem pont Jani az, aki ennek élenjáró képviselője is, hogy az összhallgatói csoportot, az éppen belnévő hallgatói csoportot összefogó egyesület is működik, ugye ez a Magyar Fizikus Hallgatók Egyesületemnek külön Szegeden is komoly bázisa és működése van már hosszú évek óta, mindenfajta izgalmas program. Igen, meg itt nagyjából az a névről mindenki ismer mindenkit, még a tanárok is a hallgatókat, szóval nem volt ebből sose probléma, meg ha valakinek valami kérdése volt, én nem emlékszem, hogy bármikor is kaptunk volna olyan választ, hogy most hát nem, vagy valami. Tehát mindig ez a családias légkör, ez mindig is áthatott a képzést, legalábbis mióta én ide járok. Köszönöm. Viola, tiéd a szó. Én amikor középiskolás voltam, nem tudtam elképzelni, hogy vajon mi vár rám, meg vajon mit lehet még tanulni fizikából, mert már akkor is annyi mindent tanultunk. És így, hogy gyakorlatilag szegedi vagyok, ezért választottam az egyetemet, illetve én is beszélgettem korábban, még középiskolás koromban olyanokkal, akik már ide jártak, és pozitív visszajelzéseket kaptam, és így akkor egyértelmű volt, hogy ide jövök. És nagyon sok mindent tanulunk, továbbra is érvényes az, hogy nagyon sok összefüggést fedezhetünk föl, akár különböző területekben tanult dolgok között is, ezt én nagyon szeretem, illetve azt, hogy az informatika tudásunkat is gyarapítják, tehát kötelező is tanulni, programozni, illetve vannak bizonyos infós kurzusok, és aki ezt még jobban szeretné, annak pedig szabadon van lehetősége még további ilyeneket is választani. Tehát ezt most azért hangsúlyozom, hogy aki az informatikát szereti, annak is ez igazából jó választás lehet, mert sok mindenre lehet használni. Illetve még azt tudtam magamról, hogy szeretem a fizikát, és szorgalmas vagyok, és szeretek tanulni, úgyhogy ilyen szempontból sem volt egy rossz választás. És nagyon pozitív az nekem is, hogy viszonylag családias a légkör, ismerünk szinte mindenkit, így ha esetleg van valamilyen kérdésem, nyugodtan a tanárt megkereshetem, akár személyesen, vagy e-mailben, és akkor szívesen segítenek a tanárok, és örülnek, hogyha mi érdeklődünk, és vannak kérdéseink, illetve együtt tudunk mi is tanulni a csoporttársainkkal. A mi évfolyamunkban több mint 10 lány kezdett együtt, és sokan meg is maradtunk, úgyhogy nagyon jó baráti kör alakult ki, úgyhogy ez is egy óriási pozitívum, hogy olyan barátaim és ismerőseim lettek, akikre úgy gondolom, hogy továbbiakban is fogok tudni számítani. Úgyhogy mindenképpen egy pozitív élmény ez nekem is, hogy itt lehetek. Nyilvánvalóan tanulni kell, előny az, hogyha valaki szorgalmas, de például, ha egy dolgozat vagy egy vizsga nem úgy sikerül, van lehetőség a javításra, ezt is lehet jelezni, lehet tudni, hogy mikor lehet javítani, és ezt is, ugye erre is van lehetőség. Nagyon köszönjük, Viola.
Dani, újra hozzád ért a kör. Még miket szeretnél esetleg mesélni? Hát, hogyha már a mindennapokról van a kérdés, akkor én mindenképpen mondanám, hogy én kollégista vagyok Szegeden. Több szakkollégium is van Szegeden, az egyiket úgy hívják, hogy Eötvös Loránd szakkollégium, én oda járok. És ez nagyon sokféleképpen befolyásolja a mindennapjaimat. Például, hogy van szobatársam, amit én egyébként nagyon szeretek, de persze vannak olyanok is, akik szeretnek inkább egyedül lenni, ezt megértem. Meg aztán az is jó, hogy ilyen körülbelül minden nap 5 perc alatt átérek az órára a szobámból, mert ugye pont a fizika intézet az szembe van az utcán a kollégiummal, ez is egy nagy plusz. Meg egyébként nagyon sok előadás is, meg kör is van ebben a kollégiumban, műhely. Úgyhogy nagyon sok program valami úgymond elveheti a figyelmet az egyetemről. Aztán az is jó, hogy Szeged az közel van ahhoz, ahol él a Komszenteshez, és így minden hétvégén haza tudtam menni a szüleimhez, amíg nem voltam Németországban. Aztán, amit még a mindennapokról lehet mondani, hát én Violával ellentétben nem érzem magamat kifejezetten szorgalmas embernek, vagy aki szeret tanulni. Tehát nekem a tanulás valahogyan, fizika tanulás is valahogy nehezemre esik, és nem annak örülök, amikor jaj, de jó, hogy megtanultam ezt, amikor már tudom. Tehát nekem inkább az okozza az örömet a fizika szakban, amikor túl vagyok egy vizsgán, vagy túl vagyok egy tantárgyon, és utána elmondhatom, hogy ezt is megtanultam. Például, hogy hogy működik a félvezető, hogy lehet az, hogy valami egyik irányba engedi az áramat, másikban meg nem. És ez eléggé bonyolult, és sokat tanítják itt. Úgy érte sokat, hogy több héten át is szerintem. Aztán, ami még nekem ugye mindennapokat úgy jobbá teszi, az, amit mondott Jani is, hogy nagyon kevesen vagyunk mondjuk az informatika szakhoz képest, tehát itt nincs olyan, hogy több száz fős előadás, csak azok, amik más szakokkal együtt vannak. És az nagyon jó, hogy ilyen kis közösségben mindenki mindenkit ismer. Még azok is, akik alig bírják megjegyezni neveket, mint én. És amit még én szerettem itt, meg most is szeretnék, hogyha lenne egy demonstrátorkodás, tehát hogy másokat tanítani, erre van lehetőség. Nyilván nem az első évben, amikor ide kerültök, de utána van arra lehetőség, hogyha valamit szerettetek tanulni, és úgy gondoljátok, hogy ti szívesen átadnátok másoknak, akkor megtehetitek. Nekem ez volt még az, amit nagyon szerettem. Meg volt pár informatikás óra is, itt például LabVIEW-val kapcsolatos, és én szeretek nagyon programozni, úgyhogy ez volt még az, amit úgy kifejezetten élveztem. Hát most így ennyi egyelőre. Ja, meg még azt nem mondtam az előző alkalommal, hogy én meg a Radnóti iskolában tanultam Szegeden. Köszönjük, Dani. Szuper volt. Zsófi. Akkor folytatom. Ha jól emlékszem, a kérdés az volt, hogy a mindennapokban hogyan éltük meg, éljünk meg? Jó. Csak hogy sok mindenről szó volt, hogy már ez nem volt meg. Hát mindenképpen én is kiemelném a kollégiumot, mert ez egy nagyon befolyásoló tényező lehet. Én szegedi vagyok, de szegediként megpályáztam is felvettek. Úgyhogy ez önmagában egy nagy csoda volt. Én nem szakkollégiumba járok, vagy hát jártam, mert most ugye az online oktatás miatt ez kicsit megváltozott. Én a Hermann Otto kollégiumban volt eddig a főhadiszállásom. Hát ezt azt tudnám mondani, hogy ez egy önmagában egy éles stílus, meg az ember egy csomó dolgot megtanul, vagy egyáltalán az, hogy ott hárman vagyunk egy szobában, és akkor hogy tudjunk alkalmazkodni. Én igazából ezt a részét nagyon ajánlom, meg a kollégiumokra nagyon ez a hír járja, hogy ott mindig csak uliznak, meg ilyen nem hagyják az embert tanulni. Én azt mondanám, hogy az embernek mindig megvan a döntés, hogy csatlakozik ehhez a csapathoz, vagy nem, de hogy én nem éreztem azt semmikor, hogy ebbe belekényszerítenének, hogy nekem is mennem kell a nem tudom milyen kocsmatúrákra, és hogy vannak nagyon jó ilyen tanulós közösségek is, meg hát baráti közösségek is kialakulnak, és tényleg egy csomó dolgot lehet onnan tanulni, úgyhogy nekem nagyon pozitív az, hogy a kollégium részese lehettem, az ottani élet részese. A többi iskolához hasonlító, hogy általános iskola, középiskola, tényleg egy nagyon nagy ugrás. Nekünk általános iskolában sokat mondták, hogy és amikor elkezdődik a gimnázium, az mennyivel másabb lesz, és elkezdődött a gimnázium, és azt látom, hogy ez teljesen ugyanaz, minimális más épületben vagyunk.
de hogy ugyanaz a stílus, ugyanazok az órák, meg a, mit tudom én, más a maximum szüneteknek az elrendezése, de hogy én ott nem éreztem olyan nagy ugrást. Ellenben az egyetem az tényleg egy másik világ, és akkor szabadabbak vagyunk, legalábbis én így éltem meg. És ez a szabadság azt is jelenti, hogy tehát, hogy nekünk tanárszakon nincsen nagy választási lehetőség az órákból. Van néhány szabadon választható tárgy, amit felvehetünk, hogyha nincs ütközésben a kötelező órával, de alapvetően nekünk nem vannak rögzítve az órák, mert nagyon nehéz azt megcsinálni, ugye matek és a fizika szakon is, meg a pedagógiás órák is ütközésmentesen menjenek, tehát mi egy lerögzített óra rendet kapunk. De amikor meg nincs óránk, akkor meg nincs COVID-helyzet, akkor megvan ez a lehetőség, hogyha valakit valamilyen téma érdekel, akkor beül egy random embernek az előadására, és meghallgatja. És nem is volt olyan, hogy tanárszakon már ez egyik ilyen fizikás matek kurzus nem volt kötelező, de volt rá időm, és amikor volt lehetőségem, beültem rá, és meghallgattam, mert érdekelt. És középiskolában éneket el sem tudtam volna képzelni, hogy akkor én megválogatom ennyi, legalább ilyen szinten is, hogyha valami érdekel, azt hallgathassam. Itt meg lehetett. Úgyhogy ez is nagyon jó volt. Itt a családiasságot azt még jobban kiemelném, mert tanárszakon sajnos nem vagyunk olyan sokan. A mi folyamunk a soknak számít, mi körülbelül 10 vagyunk, így matek-fizika szakosok, és úgy van, hogy a matek részen külön vagyunk szedve, mint matek tanárszakosok, tehát matek valami tanárszak, és úgyhogy mi ismerik a matek tanárokat, akik mondjuk matek-info, matek-angol, stb. A fizikán viszont a fizikusokkal van egy csomó óránk, úgyhogy a fizikusokat is ismerjük, és akkor igazából van egy ilyen összetartó erő azokkal meg különösen, akik nekem mindkét szakpárja egyezik, és nálunk is rengeteg olyan élmény volt, hogy összejutunk még közösen, vagy lyukas órákba, vagy órák után, és akkor közösen oldottuk a házit, vagy átbeszéltük, hogy ki mit nem ért, és egyfelől a tanárok is elérhetőek, és az is jó, hogy így ismerik, hogy tényleg névről ismerhetjük egymást, másfelől meg az is egy nagyon nagy ajándék, hogy így egymással közösen tudunk ezen az úton végigmenni, mert azért itt vannak kemény tárgyak, meg itt a házi feladatok is azért nehezebbek, mint középiskolában voltak, de hogy mégis így egymást is tudjuk segíteni, és ebben nagyon nagy erőt találtam, és nekem ez a fajta csoportmunka, vagy együtt munkálkodás, ez itt az egyetemhez kötődik, tehát itt nem volt ránk kényszerítve, nem is volt mondva, de egy magától kialakult, és nagyon szoros kapcsolat lett közöttünk. Úgyhogy ilyen értelemben is jó. Nyilván ezért a tanárképzés az eltér a fizikus képzéstől, de igazából én nagyon-nagy örömként élem meg, hogy így ide kerültem. Meg tényleg így nagyon jó példaképek vannak így az oktatók között is. Lehet hallani mindenfélét, hogy milyen az egyetemi oktató, meg a tanár, ugye, hogy ez a kettő nem ugyanaz, aki középiskolában tanít, vagy egyetemen oktat. Mert tényleg van, aki csak így végigszalad az anyagon, vagy nem magyarázza úgy el, de ki kell emelni, hogy bizony vannak olyan oktatók, akik meg nagyon-nagyon-nagyon jó pedagógusok is, tehát tényleg odafigyelnek az emberre, meg az anyagot is el tudják mondani, úgyhogy itt az egyetemen ilyenekkel is lehet találkozni. Köszönjük, Zsófi! Dominik? Igen, hát én is kiemelném, amit már a többiek kiemeltek, ugye a családiasságot, hogy ugye kevesen vagyunk, mindenki ismer mindenkit, és emiatt az oktatókkal is személyesebb a kapcsolat, és ez szerintem egy jó dolog, tehát így lehet nagyon jó beszélgetéseket folytatni az oktatóinkkal. Emellett ugye egymással is ugye nagyon sokszor segítünk egymásnak, akármilyen problémával szembesülünk, gyakorlatilag nagyon sokat tud ez jelenteni, hogyha többiekkel megbeszéljük azt az adott problémát. Hát, hogyha összehasonlítjuk mondjuk az egyetemi meg a középiskolai tanulását, akkor igen, elmondható, hogy ugye nyilván az egyetemen többet kell tanulni, és itt is én tanácsolnám azt a jövőbeli hallgatóknak, hogy ne halogassák a vizsgaidőszakig a tanulásra, nem foglalkozzanak vele szorgalmi időszakban, hiszen például a szorgalmi időszakban kell majd megírni az EH-kat, amiket ugyancsak ugye sikeresen kell teljesíteni. Illetve még azt tanácsolnám, hogy az időbeosztást azt még lehetőleg a fél év elején tegyék meg, az nagyon sokat tud segíteni, az ember jó időbeosztást készít, akkor másra is juthat nagyon sok idő.
Aztán az egyetemen még azért is jobb ugye az oktatás, hogy az ember mélyen bele lát végre abba a témakörbe, amit ő szeret. Még például ugye a középiskolában az jellemző, sokszor az ember a fizika órákon az csak kap egy összefüggést, ahol azt mondják, hogy higgyük el, hogy ez az összefüggés írja le az adott jelenséget, és akkor az ember elmegy az egyetemre, beül a fizika órákra, és ott hirtelen így kitárul a világ, és meglátja a kapcsolatot a különböző jelenségek között, illetve meglátja, hogy jönnek ki ezek az összefüggések. Ez szerintem egy nagyon jó dolog, tehát így lényegesen mélyebb ismeretekre szert tesz már az ember, mert gyakorlatilag az első fél évtől ez az, ami még nekem nagyon tetszett. Hát így másodjára ennyit gondoltam volna. Köszönöm szépen. Arra maradt még időnk, hogy mindannyiótoktól kérjek egy nagyon rövid kis záró gondolatot, egy kis biztatást a mostani középiskolás diákok felé, hogy esetleg valami kis rövid jó tanácsot, szintén akkor az előző sorrendbe haladva. Hát nem is tudom, mit mondhatnék így a végére. Talán a legfontosabb az, hogy az ember, amikor szakot választ, akkor úgy válasszon szakot, hogy legyen egy reális én képe, hogy ő nagyjából tisztában legyen az ember a képességeivel, ne is becsülje magát nagyon túl, de ne is becsülje magát alá. És ez nagyon igaz, amikor a fizikára jön az ember, mert ez egy tényleg egy tanulós, nem egyszerű szak, viszont nagyon sok szépséget és szép emléket rejthet magában. És hát alázottal kell neki állni a dolognak, de ha az ember kitartó, és tényleg úgy gondolja, hogy ezt szeretné csinálni, ezzel szeretne foglalkozni, és megtesz érte mindent, akkor a végén sikerülni fog. Jó, én pedig azt szeretném ehhez kapcsolatban mondani, hogy ha valaki úgy érzi, hogy nem olyan iskolába járt, és biztos neki ez így nem fog menni, mert ő nem volt tényleg a legerősebb gimnázium tanulója, vagy matek-fizika szakos, akkor is bátran, hogyha úgy gondolják, hogy érdekli őket, és hajlamosak tanulni, és új dolgokat megismerni, és tényleg a szorgalom is szükséges hozzá, akkor viszont bátran jöjjenek, mert itt meg lehet tanulni az alapoktól kezdve mindent, és segítünk egymásnak, hogyha valaki alapból nem tud valamit, de bátran tényleg, ha valakit ez így érdekel, és komolyan gondolja, akkor mindenképpen, mert nem fogják megbánni. Azt gondolom. Köszönöm. Dani? Nos, én azt mondanám még el, hogy úgy jöttem fizika szakra, hogy igazából nem is a fizika volt a kedvenc tantárgyam. Én az informatikát jobban szerettem egyébként. De mégis fizikára jöttem, fizikából egy kicsit jobb is voltam. És most meg úgy vagyok vele, így mesterszak végén, hogy valószínűleg később informatikával fogok megint foglalkozni, de hogy ennek ellenére egyáltalán nem bántam meg, hogy fizikára jöttem. Tehát itt egy csomó minden érdekességet megtanulhattam, és úgy érzem, hogy informatika szakon olyasmiket tanítottak volna, amiket amúgy is megnéznék magamtól, mert hogy hobbiból érdekel a programozás egyébként, és így nincsen azzal gond, hogyha később megváltoztatja az ember azt, amivel szeretne foglalkozni, és van rá lehetőség akár mesterszak végén is, szerintem akár még doktori után is. Köszi, Zsófi! Hát az egyik, amit mondanék, hogy arról is már itt volt szó korábban, hogy azért fizikán belül mennyire eltérő tud lenni egy tárgy, egy kurzus, hogy az egyik elméleti, a másik meg gyakorlati, és tényleg nagyon, azt tudnám mondani, hogy nagyon sok színű ez a tárgy. Hogyha valakinek az egyik típusú dolog megy, a másik kevésbé, akkor ebben benne van ez a lehetőség, hogy nem csak gyakorlati dolgok lesznek, nem csak elméleti dolgok lesznek, nem csak matekos dolgok, meg mit tudom én, nem csak ilyen szimplán fizikás, ugye minden össze van már mindennel fonódva, hanem tényleg így mindenki tud olyan részt találni szerintem, ami úgy hozzá közel áll, vagy ami őt motiválja. És tényleg úgy olyan lenyűgöző az látni, hogy amit tanulunk, azt igazából sokszor látjuk magunk körül a világban. Hogy nem csak egy elméletet tanulunk, hanem annak látjuk a gyakorlati részét, a kézzelfogható részét.
És hát én szólnék a jövendőbeli tanárszakosokhoz is, hogyha vannak itt, hogy azért tanárképzésről is sok mindent hallani, jelenlegi oktatási rendszerről is sok mindent hallani, meg az, hogy tényleg milyen a kezdőfizetés, hogy éppen milyen körülmények vannak az iskolában, ez szerintem folyamatosan változik, tehát már azóta, hogy én elkezdtem az egyetemet, vagy befejeztem a középiskolát, már változott, hogy éppen milyen rendszerek vannak, és milyen szabályokat hogyan kell betartani, de hogyha valaki gondolkozik a tanárszakon, akkor azt mondanám, hogy megéri megcsinálni, mert hogy ezt nem azért csináljuk, mert hogy milyen a fizetés, vagy milyen éppen az infrastruktúra, hanem azért, mert emberekkel foglalkozunk, gyerekekkel foglalkozunk, és a gyerekek mindig ugyanúgy gyerekek maradnak, és hogy ebben egy akkora motivációs lehetőség van, hogyha tényleg velük foglalkozunk, hogy lehet, hogy nehéz az egyetem, meg hosszú a képzés, de mégis nagyon nagy ajándék az, amit utána kap az ember. Úgyhogy nem tudom, van-e tanárszakos, vagy jövendőbeli, de azért maradjon meg a pályán, mert kellenek tanárok. Nagyon köszönjük, Zsófi, és akkor Dominik, veled zárunk. Hát én zárószónak annyit mondanék, hogy hát bárki, aki érdeklődik így a természet iránt, annak tudom ajánlani a fizika szakot, hiszen mindenki meg fogja találni itt az őt érdeklő tárgyakat, kurzusokat, úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy jöjjenek fizikus szakra, szerintem se fogják megbánni. Ugye emellett nagyon sok szabadon választható tárgy van, adott esetben nem csak fizikához kapcsolódva, amit ugye föl lehet venni és tanulni. Én magam is éltem ilyenekkel, például már rögtön az első fél évben, és nagyon nem bántam meg, hogy más témákba is hát belátást nyertem. És így talán ezzel szeretném zárni. Köszönöm szépen még egyszer mindannyiótoknak. Azt gondolom, hogy ez mindazok számára, akik most követték élőben ezt a beszélgetést, azok számára, akik remélhetőleg majd később is megnézik, csak motiváló és pozitív és biztató dolgokat hallhattak. Köszönöm nektek még egyszer, az érdeklődőkkel pedig hamarosan találkozom megint. Sziasztok! 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 Sziasztok!